Na hello, szia, szavasztok, mi a helyzet, mi a pálya, újra én beszélek, és hát hoztam egy videót, hogy találtam magyar sört, megtalálkoztam magyarokkal. Na, tehát az történt, hogy hónapokkal ezelőtt rám írtak, rám írt egy magyar srác, szevasz, István, hogy jó, jó lenne, ha találkoznánk. Ezt már sajnos egy évvel ezelőtt meg kellett volna ejtenünk ezt a találkozást, mert akkor volt az, amit egyszer meséltem, hogy beállt a hátam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. És nem jött össze a találkozás, mindegy, sajnos nem sikerült. Ez így van. Tehát általában velem azért össze lehet futni, hogyha valaki nagyon előre felkészült, tehát előre ír, és akkor nyilván attól függ, hogy lesz-e időm, vagy nem lesz-e. Persze, hogyha a gyerekkel van bármi probléma, akkor én bár, bármennyire is készülünk ilyen találkozásokra, akkor az azonnal lefújom, de ha a csillagok és minden olyasfajta úgy együtt áll, és a jó szerencse ránk mosolyog, akkor persze csaphatjuk a bulit és találkozhatunk. Általában Ószaka és Kiotó környékén, tehát hogyha nekem valaki azt írja, hogy gyere föl szapporóba", akkor nem. Na, nincs az, az Isten, hogy fölmegyek szapporóba. No de... Hát ő találtuk magyar sört. Hogyhogy hogy nem. Hogyhogy hogy nem. Ö, már Facebookra raktam ki erről képet, és talán ez nem lesz újdonság azoknak, akik a Facebookon is követnek, de hát akkor most bemutatom itt is. Ez pedig nem más, mint a, a pécsi sörnek a termékei. Találhatók meg, búzasör, illetve található Premium Lager, szépen magyarul van ráírva, hát meg is lepődtem. Ez Japánban a, a Yamaya üzletláncban, ez, által, ez, általában ilyen alkohol, meg egyéb dolgokat áruló üzlet, alkoholból elég erősek. És hát ez melyik fajta? Ez a Premium Barna. Szerintem vagyok király. Szóval Ja, én, én, én amúgy adom, adom, adom adom a magyar söröket, és amúgy finomak is, ez amúgy ez úgy néz ki ebbe a jamajába, hogy hogy most ilyen akció van, és hogyha három sört veszel, akkor az csak ezer jembe kerül. És akkor erre felhorkantott az egyik ismerősöm, hogy a gett az olcsóbb, mint itthon, ne, jó? De nem tudom mennyibe kerül otthon amúgy a pécsi sörből a 0,5-ös, de ti tudjátok, én nem néztem utána. Majd valaki leírja. Meg egyáltalán kapható ez a fajta otthon, ez a vécsi sör? Bár egyszer örülnék annak, hogyha aranyászokot lehetne kapni, mert azért a szíve mindig megdobban egy jó kis aranyászokért, vagy egy jó kis kőbányaért. No. Na mindegy, szóval és akkor találkoztunk ezekkel a magyar srácokkal, ugye ők úgy ketten voltak, ugye a legutolsó sorcomat, ugye, a, ugye az ószakait, azt ott vettem fel, míg rájuk vártam és egy nagyon-nagyon jó kis tap volt. Én amúgy általában szeretek magyarokkal találkozni, csak ugye, ahogy a Facebookon is leírtam, hogy mindig van bennem egy kis druk, hogy nyilván, hogy, 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 most értem én, hogy üzenetben valaki jó fej, na de élőben is jó fej, meg lehet vele beszélgetni, vagy, vagy ő vagy tehát én fogok-e csalódni, vagy is hát úgymond kidobott idő az ablakon az, hogy mi, hogy mondjuk találkozok valakivel, vagy ő csalódik bennem, hogy ja, hát ez nem is olyan, mint a videókban. Általában ez nem szokott megtörténni, de hát ki tudja, lehet, hogy megtörténik, de egyelőre az én rátám, az én szemszögömből százszerzalékos, hát én még akikkel így random találkoztam, és így rám írtak, hogy szeretnének velem találkozni, vagy billen, hogy összefutnánk, akár turista csoporttal voltak, akár külön, akár saját vagy, vagy csak úgy találkoztam valakivel, az általában pozitív részemről feléjük, mert eddig csak jó emberekkel hozott össze a sors, nyilván mindenki különböző karakter, és én bízom abban, hogy ők nem csalódtak mondjuk bennem. De általában úgyis mindig azt szoktam megkapni, hogy ez ugyanaz a fasz, mint a videókban, ami részemről pozitív. Tehát én, én, én ennek valahol örülök, hogy ebből a, ebből a szempontból nem okozok nagy csalódást. Na, szóval, de jó, volt, és akkor ott mindegy, Ószakában kavírnyáztunk, nyilván ugye, aki esetleg velem akarna találkozni, az, az, az ugye az mindig egy szabad iktasson be, mert hát, nem azt mondom, hogy nem szívesen turistáskodom velük, de most azt, mondom, hogy most mit tudom én, elmegy ki utóbba, és akkor 6 ezer egyére is elkísérjem őket, meg elmenjek velük az aranytemplomba, meg ide-oda, amoda, meg a kiomizu hát az nekem nem egy nagy élmény. Most nem elsőban anyagilag, hanem idő. Tehát ezt, hogyha valaki turistáskodni akar, azt Ógyja meg saját maga, aztán kavérnyászok én velük, és hogyha esetleg valami szépet látunk vagy eszünkbe jut, akkor persze megnézzük, de az, hogyha nekem kiáll az, hogy gyere, menjünk, és konkrétan egy idegenvezetőt akar magának úgymond ingyen, hát azt inkább nem. Tehát, hogy, hogy nem. Tehát, nem, nem akarok turistáskodni, nem akarom 6000 egyébként megnézni ugy, 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 ugyanazt a helyet, hanem muszáj. Szóval akkor a szervezzem be magának arra egy üres járatot, ahol tényleg szabadon császkálunk, és oda megyünk, ahova akarunk, és jól érezzük magat, és beszélgetünk, és iszogatunk, és kajálunk, és tényleg a legnagyobb felszabadultsággal tudjuk kievezni azt a, azt a, napot. Szóval én jól éreztem magam, plusz találkoztunk két magyar hölgyel így random, hogy beszélgettünk, és akkor magyarok, magyarok, ők ketten, két idősebb hölgyök Ausztráliából voltak, és ők pont a toalettet keresték, és a srácok is csak ők közben leragadtak a bukofnál, nem tudom mennyire titok, de ilyen Star Wars figurákat kerestünk, meg könyveket, meg ilyeneket, és közben nézelődtünk, és hepiskedtünk, és akkor ő, ők, ők, leragadtak ott, és akkor a két hölgy meg már nagyon szeretett volna a menni, és akkor én csak így útba igazítottam őket, hogy látjátok azt a nagy épületet, azt a big kamerát, abba kell menni, és hogy biztos, hogy van vécés, mivel hát, mivel gondolom, hogy Ausztráliában élnek, angolul tudnak, angolul meg azért országában viszonylag sok minden már ki van írva, ezért gondolom, hogy bízom abba, hogy megtalálták, és ha esetleg néznék a videót, akkor elnézés, hogy nem kísértem el önöket teljesen az épületig, hanem csak mondtam, hogy az ott az, szóval, de remélem, hogy ez nincs harag, és megtalálták, a, amit meg kellett találniuk. Szóval én amúgy szeretek általában magyarokkal találkozni, mondom, én abszolút nem csalódtam. Egyetlen egy volt, talán ami meglepő volt, és bocsisoma, hogy, hogy random valaki megjelent a munkahelyemen, amikor én nem dolgoztam ott. Ezt mondjuk, ezt én annyira nem, nem, nem csipáztam. Tehát ha valaki szól előre, akkor abszolút nincs az semmi gond. És akkor nyilván a munkahelyemen lévők, azok letagadták, hogy én valaha is ott, ott, is dolgoztam, de hát ez is hogy történt, tehát hogy eljött, eljött ide a, a és semmi rossz szándék nem volt, tehát én, én most már egy ismerem őt, meg előtte is úgy, úgy jókat írogatott, tehát tudom, hogy nem egy rossz ember. De leszállt, de elmondása szerint, így leszállt a buszról, <coughs> és akkor az első random külföldi amerikai srác, a belebotlott, az pont ismert meg, és mondta, hogy ott dolgozik. Nyilván nem titok, meg, meg, lehetett látni a videókban is, meg minden, na de bazzek, tehát nekem így random valaki bejön, és a, úgymond idézélesen zaklat, a, a nagy zaklat, vagy rám tör a munkahelyemen, azt én hogy nem szeretem. Tehát ez ne... De hogyha azt, hogy ide lejön hozzánk, és itt hogy találkozzunk, itt Fukushima van belül, ezzel az ég a világon semmi gond nincs, csak beszéljük meg a meglepetéseket azokat meg hagyjuk karácsonyra, meg a télapónak, meg a születésnapokra. Jó, azt, azt hogy megköszönök. Szóval én amúgy nagyon szeretek magyarokkal találkozni. Eddig még hála a jó Istenek nem csalódtam soha senkivel. Hmm. Na, szóval nagyon jól beszélgettünk, és mondom, itt, vannak itt van, itt ezek a finom sörikék. így -e még egyszer. Ahol meg is kóstoltuk, és szerintem tök jó. Mondjuk nekem a barna az bejövősebb, a láger az láger az simaliba igazából azzal úgy semmi extra nincsen. A búza is amúgy kellemes volt, mondjuk rég itt már magyar sört, olyan könnyed, nem ez a nagyon túlságosan erős íz, ízvilág, amit mondjuk én mondjuk elvárok egy sörtől. Szerintem ízben gyengébb, mint a japán sör, de ez nem negatívum, hanem könnyen iható. Anyósomnak is bejött, barátaimnak is bejött, munkahelyen is osztogattam, még a múltkor vittem, nekik is ott is megkóstolták, szóval ja, teljesen korrekt ez a pécsi sört, tehát lehet kapni Japánban magyar sört, hova tovább nem menjek, találtunk még Unikumot is, ami megint meglepő volt, illetve, ta, illetve ebben a az, az Yamaján kívül volt, illetve találtunk a Yamajában nyilván ott általában magyar borok, jó esetben elő szoktak fordulni, nyilván tokai termékek elsősorban, illetve egri bikavér és társai. Szóval királyság volt a nap, királyok a magyar sörök, és király minden. Remélem, hogy, hogy élvezetes volt, remélem, hogy kicsit büszkék vagytok ti is, hogy én is, hogy azért, még ha csak a pécsi sör is, remélem, legközelebb az aranyászok is eljut ide. Ha már elvileg az asszai lepacsizott a dréherrel otthon, akkor hát hogy, hogy nem egy aranyászok. Legalább egy dréher eljuthatna Japánba is, annak én nagyon nagy örülnék. Na mindegy, Ennyi lett volna ez a kis szösszenet, ez a kis storytime, ez a kis beszélgetés. Szevasztok! Na ciao.